Köszöntjük valamennyiüket, ez a Pannon Krónika, a Dél-Dunántúli Régió magazin műsora. A következő órában ezúttal is Somogy, Tolna és Baranya megye legfontosabb, legérdekesebb eseményeit idézzük fel. Nézzük az ajánlót! Feloldották a látogatási tilalmat, továbbra is szigorú szabályok érvényesek a kórházakban. Pszichoaktív anyaggal kereskedtek, a hazai online terjesztés 80%-át fedte le a bűnbanda. Sokan strandoltak hétvégén a Balatonnál, jó szezonban bíznak a vendéglátósok. Sok még a bizonytalanság, június végén dőlhet el, hogy miként rendezik meg a szekszárdi szüreti napokat. A hétvégi jó időben sokan választották úti célként a Balatont, megnyitottak a strandok is, a vendéglátósok és a szállásadók egyaránt kiváló szezonban bíznak. Sokan választották úti célként hétvégén a Balaton déli partját. Ez a család Kaposvárról érkezett a Balatonlelei napfénystrandra, hogy néhány felhőtlen napot tölthessen együtt. Hosszú hétvégére jöttünk igazából, gyönyörű idő van. Magyarország szerintem egyik legszebb strandja, hanem a legszebb, én már azért nagyon sok helyen voltam. Csodálatos minden. A vendéglátósok kifejezetten bizakodóak. A határok megnyitásával pedig a külföldi vendégek is megérkezhetnek a tóhoz. Próbáljuk az előző évi tendenciákat azért követni, újabb ételeket hoztunk, újabb különlegességeket. Hasonlóan pozitív a hangulat a balatonparti hotelekben. Ebbe a zamárdi szállodába folyamatosan érkeznek a foglalások a nyári főszezonra, sőt az őszre is. Június utolsó hétvégéjétől tényleg a régmúltot idéző foglalási számok köszönnek vissza. Ez persze nagyon nagy öröm számunkra is, és bízunk benne, hogy ezt egy nagyon jó napsütéses időjárás is fogja támogatni a továbbiakban. A szakemberek szerint könnyen előfordulhat, hogy az idei szezon kitolódik, hiszen nagy tömeg rendezvényeket, koncerteket csak augusztus 15-e után lehet tartani. Ez pedig kedvező hatással lehet a turizmusra. Erős szezonra számítanak a dél-balatoni települések, Fonyódon értékelték az elmúlt hónapokat, de beszéltek az idei szezonról is. A Magyar Turisztikai Ügynökségnél úgy látják, nőttek a foglalások és nőtt a költési kedv is a Balatonnál. Fonyódon a vírus idején sem állt le az élet, erről beszélt Hidvégi József, a település polgármestere. Ugyanúgy terveztük a nyarat, egy dologban voltunk biztosak, hogy azok a rendezvények, azok a tömegrendezvények, amik eddig a fonyódi településen megtörténtek, azok nem biztos, hogy meg lehetnek tartva. Ez most jelenleg így is néz ki. A településvezetők abban bíznak, hogy jó szezon lesz a Balatonnál, ezért mindent meg is tesznek, hangzott el a Dél-Balatont érintő fórumon. A koronavírus járvány számos összefogást szült hazánkban. A fonyódi fórumon elhangzott, a belföldi turizmus lehet a kulcsa az újrakezdésnek. Arra készülünk, hogy június második felétől intenzívebb foglaltságra tehetnek szert a balatoni szálláshelyek. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központból az látszik, hogy napi szinten több mint 3000 foglalás érkezik az egész nyári időszakra, július-augusztusra. Ebből a döntő többség a Balatonra, hogyha az élővizeinket vesszük sorba, abban nincs titok, hogy a Balaton az első számú turisztikai célpont a nyári időszakban. A Magyar Turisztikai Ügynökség abban bízik, hogy a magyarok szívesebben maradnak itthon és költenek hazai desztinációkban, hiszen ez elősegíti a gazdaság fellendülését is. Nem lesz munkaerőhiány idén a Balatonnál, vélik a szakemberek. A vírus miatt leállt turizmus sokakat kényszerített arra, hogy itthon maradjanak és belföldön vállaljanak munkát. Ennek hatása már most is érezhető, hiszen a legtöbb vendéglátó helyen már megvannak az alkalmazottak. Ahhoz azonban, hogy megtartsák őket, a bérek emelésére van szükség. A net rendelése elkészült. Ismét kinyitottak a balatoni vendéglátóhelyek. Ez a Balaton szemesi büfé már 4 évtizede várja a vendégeket a nyári szezonban. Az elmúlt években gondot jelentett a megfelelő munkaerő megtalálása, idén azonban még válogatni is lehetett a jelentkezők közül. Voltak olyan szezonok, amikor csak 6-an tudtunk dolgozni, mivel annyira nehéz volt munkaerőt keresni, megfelelő munkaerőt. Ebben a szezonban úgy néz ki, hogy megleszünk teljes létszámmal, azaz hétköznap 8 fő, hétvégén olyan 10 körülbelül. Ebben a siófoki egységben is gőzerővel folyik a munka. 15-en dolgoznak a nyáron a büfében, mind a kiszolgáló, mind a konyhai részlegen. Akadnak közöttük olyanok, akiknek megszűnt a munkahelyük a koronavírus járvány miatt, és itt tudtak elhelyezkedni. Én Budapesten egy nemzetközi hotelben dolgoztam, ott sajnos most a vírus miatt megszűnt a munkahelyem.
külföldön nem is szeretnék menni, nem is voltam, de a Balatonnál mindig volt helyem, és szeretek is ide járni. A büfé tulajdonosa azt mondja, sokan vannak, akik visszatérő alkalmazottak. Egyáltalán nem volt nehéz munkáért találni. A régi dolgozóink mind visszajöttek. Van olyan, aki ledolgozott nálunk 8 évet, 2 évig nem volt, ilyen 2 is van, és most újra visszajött. A koronavírus járvány miatt sokan maradtak itthon, ők pedig könnyen elhelyezkedhetnek a balatoni vendéglátásban. Már nem olyan szimpatikus a külföldre menni dolgozni. Először is félnek az emberek, mert ez a vírus miatt egyértelmű, és megtalálják a számításukat szerintem ugyanúgy, ha egy kicsit gondolkodnak Magyarországon is. Az elvándorolt magyar munkavállalók nagy része nem tud vagy nem is akar visszamenni dolgozni külföldi munkahelyére. Ez azonban mindenképpen előnyt jelent a hazai munkaerőpiac számára, mondja Hoffmann Henrik, a Balatoni Szövetség elnöke. Azzal, hogy nem csak a hazai, hanem a nemzetközi turizmus is megtorpant és leállt, és valószínűleg lassabban indul el, mint a belföldi. Ebből adódóan én azt gondolom, hogy nagyon sok szakember, aki a környező országokban dolgozott az elmúlt időszakban, itthon marad, és itthon fog munkát vállalni az idei esztendőben. Én abban bízom nagyon, hogy fogunk tudni olyan fizetést adni és munkahelyet teremteni, ami vonzó alternatíva lehet adott esetben akár egy külföldi munkahelyen szemben is, és sokkal inkább maradnak majd ők itthon, adott esetben éppen a családjuk közelében. A vírus miatt meghozott szabályozások folyamatos enyhítésével még inkább megnőhet a belföldi utazási kedv, így a nagyobb tömegek ellátására még több dolgozóra lesz majd szükség a Balatonnál. Duplájára emelte az önkormányzati nyári táborok díját a pécsi polgármester. Péter Fi Attila a járvány miatti helyzetben egyedül döntött erről. Az intézkedés szerint például a balatoni nyári tábor, amit az önkormányzat ingatlanába szerveznek, 20 ezer helyett 40 ezerbe kerülne. A döntés után az iskolák sorra mondták vissza a helyfoglalásaikat. A Fidesz frakció a döntés visszavonására szólított fel. Végül a polgármester visszakozott, nem lesz drágább a táboroztatás idén. Jövőre azonban. Igen. A Balatonon csobbannak a vízbe a gyerekek ezen a korábbi felvételen. A pécsi önkormányzatnak is van Balaton-Fenyvesen tábora. Ide mehetnek a nyári szünetben a baranyai megyeszékei iskolásai. Szerda délelőtt még úgy volt, hogy ez sokaknak csak álom marad a polgármester döntése miatt. Péter Fi Attila egy morálisan vállalhatatlan és szakmailag pedig teljesen elfogadhatatlan döntést hozott egy héttel a nyári szünet előtt. Nevezetesen azt, hogy a nyári táboroztatás díját megduplázza. Senkivel nem egyeztetett, a nyilvánosságot és a szakmai szervezeteket ebbe nem vonta be, az iskolákat sem kérdezte meg. A tudomásunk szerint a mai napon 10 iskolával volt előzetes partneri megállapodás a tábor szervezését illetően, mind a 10 iskola visszalépett. Ez a polgármester határozata, amiben olvasható, hogy a 20 ezer forintos egyhetes nyári tábor mostantól 40 ezer forintba kerül. A döntés ellen az a pedagógus, szakszervezeti vezető is tiltakozott, aki köztudottan a városvezetéssel szimpatizál. Telefonon hívtuk, nyilatkozni délelőtt még nem akart. Azt mondta, szeretné, ha megváltoztatnák ezt a felháborító döntést. Végül ez megtörtént. A hiba ott következett be, ahogy a Covid időszak alatt bekövetkezett gazdasági negatív hatásokat nem vettük figyelembe, és ez a rendelkezés úgy ment ki az én kezeim által aláírva, hogy bizony a megemelt önköltségi szintet hirdettük ki, és az hiba volt. Úgyhogy ezt a hibát belátom, éppen ezért az idei évben nem fogunk a rendelkezést módosítottam, nem fogunk emelést végrehajtani. Idén nem, de jövőre már kétszeres áron nyaralhatnak a gyerekek, derült ki a polgármester internetes tájékoztatóján. Az önköltségi szint emelkedett meg Péter Fi szerint, ez alatt pedig nem akarják kiadni a tábort. Az általunk megkeresett pedagógus szerint sok pécsi gyerek eddig csak a kedvezményes lehetőség miatt jutott el a Balatonhoz. Vannak olyan szegény, sok gyermekes családok, ahol nem tudják megfizetni ezt a pénzt. Tavaly egyébként mintegy 1200 iskolást tudtak elvinni a Balatonhoz, a pécsi önkormányzat táborába. Megrendezzék-e idén a szekszárdi szüreti napokat, és ha igen, milyen formában? Erre a kérdésre várja a Fidesz frakció a szekszárdiak véleményét. Eddig az állásfoglalók többsége amellett voksolt, hogy ugyanakkor a fesztivál legyen, mint eddig. Ács Rezső szekszárd polgármestere úgy fogalmazott, ő a szekszárdiak döntését fogja képviselni, bárhogy is határoznak.
Hivatalosan pedig a június végi közgyűlésen dönthetnek majd erről az önkormányzati képviselők, ahol viszont nem a Fidesz, hanem az Éjjel-Szekszárd frakció van többségben, így a polgármester azt mondja, az ezzel járó felelősséget is vállalniuk kell. Ezek a felvételek a tavalyi szekszárdi születi napokon készültek. A 4 napos rendezvény sorozaton több mint 70 ezer ember fordult meg. 35 borász, 2 pálinkaház, különleges ételek, számos koncert várta a fesztiválozókat, és a születi felvonulásra is több ezren voltak kíváncsiak. Idén azonban valószínűleg ilyen volumenű fesztivál nem lesz a Tolnai megyeszékhelyen a koronavírus járvány miatt. Még ha össze is gyűlne elegendő forrás a rendezvényre a támogatóktól, nincs elég idő ahhoz, hogy megszervezzék azt, mondta el Ács Rezső szekszárd polgármestere. A sajtótájékoztatón elhangzott, az Éjjel-Szekszárd frakció megrendezni a születi napokat. Ha összegyűlik elég pénz, akkor a korábbi nagyságrendben. Ha nem tudnak elegendő forrást ahhoz előteremteni, akkor egy kisebb rendezvényt szerveznének szekszárdi születi napok címen. Ács Rezső kiemelte, fenntartással kezeli Bomba Gábor az Éjjel-Szekszárd frakció vezetője kijelentését, ami szerint tárgyalnak egy vállalkozóval, aki 40 millió forinttal támogatná a rendezvényt. Én emlékszem arra, hogy a kampányban arról beszéltek, hogy 2 milliárdos beruházás Ország-Szekszárdra. Én a mai napig nem találkoztam ezzel a 2 milliárd forinttal, úgyhogy a 40 millióban is kicsit kételkedem. Márpedig, hogyha akarnak rendezni, vagy akarunk rendezni, akkor le kell kötni a fellépőket, bár az ő elképzelésük szerint inkább helyi és környékbeli fellépők lennének csak, és kizárólag ebben a 4 napon a színpadokon is egy színpad lenne. Az Éjjel-Szekszárd sem a helyi borászok, sem a helyi vendéglátósok véleményét nem kérdezte meg, hogy milyen formában kívánnak ezen a rendezvényen részt venni, jelentette ki Ács Rezső. A városvezető úgy véli, a városlakók és a fellépők részéről is sok a bizonytalanság. A döntés felelősségét fel kell vállalnia az Éjjel-Szekszárd frakciónak, akik egyfős többséggel bírnak a közgyűlésben. Úgy néz ki, hogy 6.-20-ától visszáll a rendes működési modell, és az én információm azok, hogy hónap végén, június végén lenne is egy közgyűlés, amely aztán ilyen kérdésekben döntéseket hozna, hiszen az előző 2 hónap az ugye a polgármester döntéseiről szólt. Bízom benne, hogy ezen a közgyűlésen ebben a kérdésben is meg fog születni a döntés. Én azt képviselem egyébként, amit a szekszárdiak többsége képvisel ebben a kérdésben. A Fidesz frakció felméri a szekszárdiak véleményét, hogy rendezzenek-e idén szekszárdi születi napokat, és ha igen, mekkorát. A kutatással eddig 19 ezer embert értek el, közülük több százan mondták el véleményüket. A válaszadók 37%-a vallotta azt, hogy úgy rendezzék meg a szekszárdi születi napokat, ahogy eddig. Több színpaddal, nagy fellépőkkel, sok rendezvénnyel. A megkérdezettek 34%-a gondolta úgy, hogy egy színpad legyen, amin helyiek lépjenek fel. 23% voksolt amellett, hogy idén maradjon el a fesztivál. A többi válaszadó pedig más néven tartana egy boros rendezvényt, mivel úgy vélik nem szerencsés lerombolni a szekszárdi születi napok hosszú évek alatt felépített hírnevét. Június 15-től valamennyi egészségügyi ellátás korlátozás nélkül elvégezhető a járvány ellenes készültség fenntartása mellett, jelentette be Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Ezzel párhuzamosan megszűnt a kórházakban, így a Tolna megyei Balassa János kórházban is a látogatási tilalom. Németh Csaba főigazgató azt mondta, továbbra is első számú szempont a betegek és a gyógyítók védelme. Továbbra is csak meghatározott szabályok mentén, de feloldották a látogatási tilalmat a kórházakban. A jelenlegi helyzet az egészségügy újraindítási folyamatának következő lépcsője. A fő feladat továbbra is a betegek és a kórházi dolgozók védelme, éppen ezért csak meghatározott körülmények között lehet a továbbiakban is belépni a kórház területére, mondta Németh Csaba főigazgató. Be lehet jönni látogatni betegekhez megfelelő feltételekkel és megfelelő körülmények közt. Az egyik fontos dolog az, hogy a COVID ellátásra kijelölt részlegeken, ez mi nálunk a fertőző osztály, nem vonatkozik a látogatási tilalom feloldása, tehát ezen az egy osztályunkon továbbra sem lehet látogatni. Belépni továbbra is csak az Ybl Miklós utcai bejáraton és a rendelőintézeten keresztül lehet, de gyalogosan igénybe vehető a kórház főportája is. A látogatási idő is szigorúbb, délután 4 és este 7 között találkozhatnak a hozzátartozók a betegekkel, valamint hétvégenként délelőtt 10 és dél között. Most így, hogy lehet látogatni a
látogatási időben érkező látogatók fölvihetik az osztályra a bentfekvő hozzátartozóknak a csomagot, illetve elvihetik azt, amire itt aktuálisan már nincsen szükség. Adott esetben, hogyha akutan kerül valaki kórházi fölvételre, akkor erről a fölvétel tényéről az osztály értesíti a főportát, és akkor egyszeri alkalommal rendkívüli esetben is be lehet hozni a csomagokat. A látogatáskor továbbra is kötelező a vírusteszt elvégzése és a szájmaszk használata. A kórház vezetése arra kéri a látogatókat, amennyiben csak lehet, az intézmény udvarán találkozzanak, és a látogatási időben is tartson mindenki önmérsékletet. Ma már úgy látszik, hogy a koronavírus járványa a vártnál súlyosabban érintette a gazdaságot, ezt mondja Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. A kamara tagjai most elnökségi ülésen értékelték a járvány gazdasági hatásait és a kormány eddigi intézkedéseit. A koronavírus járvány idején prognosztizált gazdasági kilábalási elképzelések idealizáltak voltak. Sem az U, sem a gyorsabb V alakú gazdaságélénkülés nem következett be, mondta Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. Ma nincs, amit mondtam, olyan elemző, vagy aki azt mondja, hogy itt pozitív számok lesznek ebben az évben. A legrosszabb az van 5-7%, illetve van egy, most már az Magyar Nemzeti Bank által kibocsájtott elemzés, mely szerint 0,3 csökkenés, és ez a legpozitívabb. Tolna megye gazdaságában is érzékelhető a hatás. Elsősorban az idegenforgalom és a vendéglátás területét érintette legsúlyosabban a vírus veszély. Bár a friss adatok enyhe javulást mutatnak, az prognosztizálható, hogy veszteséggel zárják az évet a vállalkozások. Fischer Sándor arról is szólt, olyan rendelkezés formálódik a szakképzés területén, mely hátrányos lesz a képzéseket végző vállalkozók számára. Gyakorlatilag úgy néz ki, hogy egy vállalkozó összesen 12 hallgatót taníthat, gyakorlati részről van itt szó. Ez nagyon nagy gondot fog okozni, mert több mint 100 tanulónak, gyereknek nem lesz helye, hogy gyakorlatot tanuljon. Az iparkamara elnöke azt mondja, minden lehetséges fórumon tiltakoznak az elképzelés bevezetése ellen, ám egyelőre nem jártak sikerrel. Megítélése szerint, ha nem változik a koncepció, az hosszabb távon negatív hatással lesz a gazdaság egészére. Elhibázott döntésnek tartja a pécsi Fidesz frakció, hogy pénzt vettek ki a város vízszolgáltató cégéből. Az önkormányzat kasszájába 50 millió forint osztalékot kellett befizetnie a Tettye forrásháznak. A városvezetői oldal szerint a költségvetés bevételeit növelni kell, ezért tartanak igényt mostantól a cégeik osztalékára. Az ellenzéki oldal szerint ez olyan sarc, ami például a vízszolgáltató működését is lehetetlenné teszi. Nem érti a pécsi Fidesz frakció, hogy miért fizettet osztalékot az önkormányzat a Tettye forrásházzal, mondja Csizmadia Péter. A politikus információi szerint ezzel a döntéssel a cég felügyelőbizottsága sem értett egyet. Egészen kivételes, hogy egy cégnek a gyakorlatilag a tulajdonosi ellenőrző szerve, a felügyelőbizottság tesz egy javaslatot, miszerint ne hozzon olyan döntést a közgyűlés, mert ez nem érdeke a cégnek feltehetően. Ennek ellenére utána később egy olyan döntés születik az önkormányzat vezetésével, hogy 50 millió forint kivételre kerül ebből a cégből. Ezt az összeget a 300 dolgozó régóta húzódó béremelésére is fordíthatták volna, hiszen éppen az alacsonyabb keresetek miatt sokan hagyják el a céget, és nehéz találni helyettük más szakembereket. Az előregedett vezetékrendszer cseréjére szintén pénz kell, mondja a politikus. Szerinte célja van a mostani városvezetésnek azzal, hogy nehéz helyzetbe hozza a vízszolgáltató cégét. Csak merem remélni, hogy nem az lehet a háttérben, hogy igyekeznek a céget más tulajdonosnak, például az államnak átadni, és egy olyan állapotban kívánják átadni, ami mondjuk nem feltehetően a legizmosabb és legstabilabb működést teszi lehetővé a jövőben. A vízi közmű szolgáltatókra így a Tettyére is vonatkozik az a törvényi szabályozás, hogy megfelelő pénzügyi hátteret kell biztosítania a működéséhez. Ez kerül veszélybe Csizmadia Péter szerint az 50 milliós osztalék elvonásával. Ezzel pedig azt kockáztatja az önkormányzat, hogy a cég működési engedélyét felfüggesztik, mondja a képviselő. Március 10-én az utolsó közgyűléskor a városvezetés azzal indokolt a pécsi önkormányzati cégek, így a PTÁV és a Tettye forrásház osztalék fizetési kötelezettségét
kötelezettségét, hogy a gazdasági társaságoknak is ki kell venniük a részüket Pécs finanszírozásából. Zöld Folt közösségi kert, ez a neve annak a területnek, amely közvetlenül a Pécsi Király utcáról nyílik. A tagok a belvárosban termelik meg azt a zöldség vagy gyümölcs mennyiséget, ami az asztalukra kerül. Azonban a kertészkedésnek más célja is van, közösséget épít a különböző társadalmi közegbe tartozó emberek között. Járókelők, az asztaloknál kávézó emberek a Pécsi Király utcában. Nem is sejtik, hogy mit rejt az ajtó mögötti terület a belváros közepén. Néhány lépés csak, és a vezetőmmel egy veteményes kertbe érünk. Van itt cékla, patiszon, még új-zélandi spenót is ültetve a tápla szerint. Valamint egy igazi ritkaság. A kék Golgota virág, gyönyörű szép virága van, amikor ki van nyitva. Hozza idén a gyümölcsét, a marakujával rokonítható egyébként, méreg áron van, méreg drága ennek a gyümölcse. Én ezt gondolnám többek között idén egy ilyen nagyon különleges példánynak. De hát aztán nagyon sokféle minden megtalálható itt nálunk. De általában paradicsom, paprika, zöldségek, mindaz, ami kell a konyhába. 5-6 négyzetméteres parcellákra osztották fel a területet a tagok. 40 lelket aktív kertész számol most a közösségi kert, és azok csatlakozhatnak, főleg akik így kedvet éreznek ehhez, és hajlandóak ugye vállalni a közös területek művelését, ezen kívül nyilván a saját parcellájuk gondozását. Az idei év az első olyan év, hogy tagdíjunk nincsen, ugye ez most a második évünk, hanem projektvállalásokhoz kötjük azt, hogy valaki így parcella birtokos lehet itt a belvárosban. A terület részben az önkormányzati, részben az országos fordítóirodához tartozik. Tőlük kapták meg hasznosításra. Tagságuk vegyes, az egyetemistáktól a különböző foglalkozású embereken át a nyugdíjasokig terjed. Hajba Gergő azt mondja, a kertészkedés a haszonnövények termesztése mellett céljuk még, hogy igazi közösséget alkossanak. Ehhez bizalom kell, amihez jó eszköz a belvárosi kertművelés. Elfogták mind a 10 tagját annak a szigetvári kötődésű bűnbandának, amelynek a tagjai pszichoaktív anyaggal kereskedtek törvénytelenül. A jól szervezett társaság a neten keresztül szerezte be az illegális anyagot, majd kiporciózva adták tovább postai csomagokban vagy futárszolgálaton keresztül. 200 milliót kerestek ezzel az elmúlt 2 év alatt, most előzetesben várják a vádemelést. Az elfogás pillanatait látjuk ezen a felvételen. Új pszichoaktív anyagokkal üzletelt az a bűnbanda, amelyiknek tagjait június 11-én kapcsolták le a nyomozók. Külföldről kereskedelmi mennyiségben rendelt új pszichoaktív anyagot, és ezért kriptovalutával fizetett. A bűnszervezetnek a tagjai voltak azok, akik a Magyarországra behozott új pszichoaktív anyagokat porciózták, csomagolták, és postai küldeményként a megrendelőknek továbbították. A nyomozás adatai szerint több mint 13 ezer ilyen küldemény történt, vagy küldemény került feladásra, és legalább 200 millió forint bevételre tett szert a bűnszervezet ebből a tevékenységből. A drogbanda 7 tagját Magyarországon fogták el. A szigetvári Zévil most a társaság vezetőjét és 2 bűntársát horvátországi útjukon sikerült elkapnia a nyomozóhatóságnak. A baranyai főügyészség előzetes letartóztatásokat kezdeményezte vasárnap. Tartani lehetett attól, hogy a szabadlábon hagyásuk esetén megszöknének, nehezítenék a bizonyítást, vagy pedig folytatnák a bűncselekménynek az elkövetését. A Pécsi Járásbíróság nyomozási bírája egyetértett az ügyészség indítványával, és a tegnapi napon valamennyi gyanúsított letartóztatását elrendelte. Egyébként a bűnszervezetnek a vezetőjét és 2 tagját Horvátországban fogták el, szintén az elmúlt hétnek a végén, ők jelenleg kiadatási őrizetben vannak. A Magyarország intézkedések során a rendőrök új pszichoaktív anyagot, a csomagoláshoz és postázáshoz felhasznált kellékeket, valamint a bűncselekményekhez kapcsolódó bizonyítékokat foglaltak le. A csoport fedte le az országos online terjesztés 80%-át, közölte a rendőrség vasárnap. Nem ismeri el, hogy drogot árult, ezért az ügyész által felkínált 6,5 év helyett akár 23 éves börtönbüntetést is kaphat egy bonyhádi fiatal férfi. A drogkereskedelem miatt felelősségre vont vádlott korábban azt mondta, 13 éves kora óta kábítószerezett rendszeresen. Itt Bonyhádon árulta a drogot a 26 éves helyi férfi.
nem most először fogták el, 2017 óta többször is a rendőrség látókörébe került, volt, hogy fogyasztásért, máskor terjesztésért kellett felelnie. Saját bevallása szerint 13 éves kora óta drogozott, utoljára tavaly tartottak nála házkutatást, miután megállították a kocsiját, akkor növényi származékot, fehérport és tablettákat is lefoglaltak tőle. A drogok mellett a férfinál még illegális vágyfokozót is találtak a rendőrök. A férfi az elfogása, vagyis tavaly óta börtönben várja az ítéletét, akár 23 év börtönt is kaphatna, ám az ügyész ennél jóval enyhébb ítélettel is elégedett lett volna az ügy előkészítő ülésén, 6,5 év börtönt ajánlott neki. A férfi viszont nem ismerte el a kereskedést. A vádlott nem tett vallomást, kizárólag annyit nyilatkozott, hogy a bűncselekmény elkövetését a váddal egyezően nem ismeri be, így a bíróság az ügyet az előkészítő ülésen befejezni nem tudta. A férfi valószínűleg az ítélethirdetésig börtönben marad, mert a bíró szerint szabadlábon fennállna a veszély annak, hogy megszökik az országból. A következő tárgyalásra szeptemberben kerül sor. Emberölés és közveszély okozás előkészületével vádolják azt a férfit, aki még 2018-ban megpróbálta felgyújtani szeretője házát Baranya megyében. A vádlott egy házaspár ingatlanában végzett munkálatokat, amikor a feleséggel intim viszonya alakult ki. Szilveszterkor a férfi arra kérte a nőt, hogy hagyja el férjét, azonban elutasító választ kapott. Ekkor benzinnel körbelocsolta a házat és megpróbálta azt felgyújtani. Tettéért több évnyi szabadságvesztésre is ítélhetik. Majdnem felgyújtotta szeretőjének házát az a férfi, aki ellen most emelt vádat a Baranya megyei főügyészség. Az elkövető egy Pécs környéki településen élt, és 2018 elején költözött egy falubeli házaspárhoz, ahol az elvégzett munkáért cserébe ételt és ruhát kapott. A vádirat szerint a férfi és az asszony között érzelmi, majd szexuális kapcsolat alakult ki, amit a férj is megtudott, így ez gyakori veszekedéshez, néha tetlegességig fajuló konfliktusokhoz vezetett. Szilveszterkor a konyhában a férjet sértegette, a nőt pedig arra kérte, hogy hagyja el a férjét, menjen vele és éljenek együtt, ám elutasító választ kapott. Ekkor közölte, hogy rátok gyújtom a házat, majd ennek mint egy megfelelően magához vett egy benzines kannát, annak tartalmát a házban szétlocsolta, többek között a nőnek a ruhájára is került ekkor az üzemanyagból, és ezt követően megpróbált egy öngyújtóval felgyújtani, lángra lobbantani az üzemanyagot. Ez azonban nem sikerült, az öngyújtó nem működött, így az üzemanyag nem robbant be. Abban az esetben, hogy sikerült volna a férfinak, akkor a sértetteknek a háza leégett volna, a tűz az átterjedt volna nagy valószínűséggel a környező épületekre is. A házaspár pedig akár halálos sérüléseket is szenvedhetett volna. A férfi az eljárás kezdete óta letartóztatásban van, cselekményét beismerte. A vádlott egyébként büntetett előéletű, korábban lopásokat és vagyonelleni bűncselekményeket követett el. Most emberölés és közveszélyokozás előkészülete miatt több éves szabadságvesztésre számíthat. Rövid reklám után folytatjuk a Pannon krónikát. Teljes körű szolgáltatás a villanyszerelésben és a hálózatépítésben? Akkor Elektroid Kft. Mi megtervezzük, kivitelezzük, felülvizsgáljuk, vagy akár a villanyszerelési beruházás lebonyolítását is vállaljuk. Üzletünkben több mint 20 ezer termékkel várjuk. Lámpák, csillárok, ledes fényforrások 20-25 ezer óra üzemidővel. Háztartási kisgépek, ventilátorok széles kínálatban. Klímák, napelemek akár a tervezéstől a kivitelezésig. Intézmények, önkormányzatok és ipari létesítmények teljes körű kiszolgálását is vállaljuk. Péntekenként 10, a hónap utolsó péntekén pedig 15% kedvezménnyel várjuk. Elektrolit Kft. Minden, ami villanyszerelés. Most nézzük, mivel foglalkozunk a Pannon Krónika hátralevő részében. Üres fészket talált a Nemzeti Park szakértője, a kormányhivatal határozatára vár a szekszárdi önkormányzat, hogy épülhessen az orvosi rendelő. Árván maradt testvérek kérnek segítséget, kidőlhet a házfala, amiben a gyerekek laknak. Sírrongálás, vandálok teszik tönkre rendszeresen a 6 évesen meggyilkolt Leonetta nyughelyét. Szakmai fejlődés vendégmesterekkel egész júniusban tréningeznek a pécsi balettosok.
Egyetlen elhagyott madárfészket találta a Dunadráva Nemzeti Park szakértő munkatársa Szekszárdon a Szabó Dezső utcai orvosi rendelő tervezett helyszínén, így várhatóan hamarosan elindulhat az építkezés, ami már hónapok óta zajlana. A lakossági tiltakozás miatt viszont a polgármester leállította azt. Az épület szomszédságában lakók az éjjel Szekszárd frakció politikusainak segítségével azzal az indokkal akadályozták a munkát, hogy védett madarak fészkelnek a terület fáin. Emelőkosaras autó segítségével vizsgálta át a fákat a Dunadráva Nemzeti Park természetvédelmi őre Szekszárdon a Szabó Dezső utcában. Itt épülne az orvosi rendelő Európai Uniós pályázatból, amit már 2017-ben megszavazott a képviselőtestület, és három körzet 4700 fős lakosságának a házi orvosi kiszolgálását végeznék. Február 10-én az éjjel Szekszárd tagjaiból álló gazdasági bizottság döntésével kötelezte a polgármestert, hogy írja alá a rendelő kivitelezői szerződését. Mindezek után az ész koncepciót váltott és aláírásgyűjtésbe kezdtek, hogy ne ott épüljön a rendelő, mert védett madarak fészkelnek a terület fáin. Egyeztetést hívtunk össze a Dunadráva Nemzeti Park szakembere, a kormányhivatal illetékese, a kivitelező és természetesen az önkormányzatnak a szakemberei. A Dunadráva Nemzeti Park szakembere egy daruskocsi segítségével alapos terepszemlét tartott, egy konkrét ténymegállapítást hajtott végre. Ez lehet majd az alapja a kormányhivatal határozatának, ami kimondja, hogy kezdődhet-e az építkezés vagy sem. A szakember több helyen is átnézte a növények lombozatát, csak egyetlen madárfészket talált. Teljesen jó. A fészek felépítéséből a szakember megállapította, egy megyvágó költhette ki benne fiókáit, ám már elhanyagolt állapotban van, ami azt mutatja, hogy nem használja a madár. A elmondások alapján, illetve a fészek jellege alapján is azt ki lehet jelenteni, hogy ez egy megyvágónak a fészke. A megyvágó egy védett madarunk egyébként, de mivel üres, most már biztos, hogy lakatlan a fészek. Előtte jó esélye lehetett benne költés, de mivel ugye június közepén vagyunk, most már biztos, hogy ennek a költésének vége van, és fészket le is hoztam a fa tetejéről, mivel most már nem minősül költőhelynek. Az énekes madarak egy évadban egy fészket használnak, majd azt elhagyják, és már nem térnek vissza hozzá, de más madarak sem használnák az elhagyott fészket, így az a jövőben oktatási célokat szolgálhat a Nemzeti Parknál. Az önkormányzatnál most arra várnak, hogy a kormányhivatal határozata megérkezzen. Ha ez megvan, várhatóan a kivitelező nekiláthat a munkának. Eddig 20 milliót költött a város az épület tervezésére és felépítésére. Az elmúlt időszakban nyilvános egyeztetést is szerveztek az éjjel Szekszárd frakció képviselőivel, utána több új helyszín is felmerült az ész részéről ötletként, de a polgármesteri hivatal szerint a méretek miatt ezek egyikén sem megvalósítható a beruházás. A késlekedés a polgármester szerint magában hordozza azt a veszélyt, hogy egyáltalán nem lesz rendelő, a város pedig így elveszti a már elköltött 20 millió felül azt a pénzt is, amit a 80 millió forintos nagyságrendű beruházásra nyert a területfejlesztési operatív programban. Szavazni lehet Bonyhádon arról, milyen jellegű piaca legyen a jövőben a városnak. Bonyhádon évtizedek óta egyfajta vásár működött, ám a koronavírus járvány után csak élelmiszereket lehetett árulni a piac téren. A vásárokat szabályzó rendelet felújításra szorul, ezért kéri ki az önkormányzat a lakosok véleményét. Bonyhádon olyan piac működött a vírus veszélyt megelőzően, mely inkább vásári jelleget öltött. A járványveszély idején a város polgármestere Filóni Ferencivója bezárta a piacteret, majd az enyhülés idején az élelmiszer kistermelők már árulhatták portékáikat. A piac rendjét szabályzó önkormányzati rendelet felújításra szorul, és ezelőtt a város vezetése úgy döntött, kikéri a lakók véleményét, visszatérjen-e a régi rend, vagy kedvesebb-e a jelenlegi változat. A bolha piac annak az embernek jó, aki valamit ott keres. De viszont nekünk, egyszerű háziasszonyoknak a zöldségpiac mindig előnyesebb. Vegyesen. Hát szerintem ez jó. Most jó így. Hát hogyha betegek leszünk, akkor lehet variálni megint, nem? A városvezetés úgy döntött, kérdőívek segítségével tudakolja meg a többségi véleményt arról, legyen-e újra bolhapiac együtt a zöldségekkel.
csak az élelmiszereket lehessen kapni a jövőben is a piacon, vagy más-más napokon árusítsák a különböző termékeket. Nem látom semmi akadályát annak, hogy ezeknek a véleményeknek a figyelembevételével 25-én a testület egy jó döntést hozzon. A véleményeket a jövő heti piacnapokon, illetőleg a polgármesteri hivatalban elhelyezett urnákba várják a bonyhádi városvezetők. Elkészült az egykori Zrínyi Újvár kútjának rekonstrukciója a Somogy megyei Őrtilos határában. Zrínyi Miklós 1620 májusában született. A 400 éves évfordulóra a koronavírus miatt csak most tudtak emlékezni a hadvezér egykori várának helyén. A kútavatáson részt vett Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára. Ma már csak emléktábla és a rekonstruált kút jelzi az egykori várhelyét Őrtilos külterületén. Itt állt 1661 és 64 között Zrínyi Miklós vára, amely nem csak az országot védte a töröktől, hanem Zrínyi muraközi föld birtokait is. A törökök által lerombolt Zrínyi újvár pontos helyéről sokáig vitatkoztak a történészek, mondta Vándor László régész. Itt mellettünk hosszában ez már a várnak a sánca. Ahol ott állunk, ez most a várudvar. Várudvar annak idején körbe volt véve katonai baraképületekkel, ahol a őrség tartózkodott, illetve a várkapitány és lőszerraktár, stb. Most ennek az egész őrségnek, ugye ami folyamatosan itt volt, ennek az ellátása az alapvetően hozzátartozott maga a kút. A vár pontos helyét az 1980-as években határozták meg, a tényleges feltárás viszont csak 2006-ban kezdődhetett meg. A Zrínyi Újvár kútjának feltárása 2017-ben indult. Mint arról a napokban híradunkban beszámoltunk, az innét előkerült leleteket a Kaposvári Riprónai Múzeumban dolgozzák fel a szakemberek. Zrínyi Miklós egyetlen magyarországi vára, a Magyar Királyság és a Török Birodalom határán töltött be fontos szerepet. Egy igazi példakép a magyar katonák számára, és talán ha katonailag nézzük, akkor a különleges műveleteknek az ősét látjuk benne, azoknak a különleges erőknek, amelyek ma egyre inkább felértékelődnek a terrorveszélyes helyzetben. Ő egészen meglepetésszerű hadműveleteket tudott, például ennek a várnak a megépítése is, illetve ennek az ostromának a megélése, az Eszéki híd felgyújtása, az, hogy elvágta azokat az útvonalakat, ahonnan utánpótlást kaphatott volna a török sereg, ezért nem tudtak eljutni Bécsig. Mindez Zrínyihez kapcsolható. A kormányzat haderőfejlesztési programja is Zrínyi Miklós nevét viseli. Ezzel is méltóképpen szeretnénk tisztelegni. Egyébként ez a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program a valaha volt legnagyobb ilyen jellegű program a magyar honvédség életében. Megvan a politikai akarat ennek a végrehajtására, megvan a katonákban a késztetés, és természetesen megvan hozzá az anyagi fedezet is. Itt jelenteném is, hogy ebben az évben 160 milliárd forinttal többből gazdálkodik a magyar honvédség, mint az elmúlt időszakban. A kútavatáson a jelenlévők koszorúkkal és virágokkal emlékeztek az egykori Zrínyi Újvár védőire. Hatalmas bajba került 5 árván maradt testvér a Tolna megyei Pálfán. A gyerekek édesapja áprilisban hunyt el, az édesanyjuk pedig már évekkel ezelőtt, mivel 4 közülük még nem töltötték be a 18. életévüket, dolgozni nem tudnak rendszeresen, ráadásul most a házuk alatt csőtörés volt, ami miatt az épület egyik oldalfala teljesen felvizesedett, és félő, hogy kidől. Az őket segítő férfi azt mondja, a gyerekek legnagyobb vágya, hogy egy szakember kijavítsa a megrongálót. Össze akarjuk szerelni, meg akarunk majd egy így ilyen új fehéret. Lego helyett a fürdőszobájuk felújításáról álmodik a pálfai Buzás Ricsi. A 9 éves kisfiú 4 testvérével együtt áprilisban vesztette el az édesapjukat, az anyjuk már évekkel ezelőtt elhunyt. Az 5 testvér közül 4-en 18 év alattiak. Ricsi a legfiatalabb, most a gyász mellett mégis olyan dolgokkal kell foglalkoznia, amivel csak a felnőttek szoktak. Hiányzik nagyon apukám, meg így az egész család, így nagyon szomorú, hogy elment, és akkor remélem, hogy jobban fog menni minden, és reménykedünk benne, hogy tovább így lesz, ahogy elterveztük az életet. A legidősebb 18 éves fiútestvér napközben dolgozik, hogy el tudja a húgait és az öccseit tartani, és ugyanígy tesz a 16 éves Zoli is, aki mivel most nincs iskola, el tud járni a földekre a kenyérre valót megkeresni. Én is járok napszámba ide-oda, most nem kellett menni iskolába, ez a vírus miatt én is járok napszámba, akkor a sógor is
sógorom is megy napszámba, és akkor így veszünk, vettük állatokat is, így próbálunk létezni. Az öt testvérért a falubeliek összefogtak, a családsegítő szolgálat és a roma nemzetiségi önkormányzat is segíti a gyerekeket. Ruhákat, tartós élelmiszert és pénzt is gyűjtöttek nekik. Utóbbiakból viszont lassan kifogynak. A legfőbb segítőjük azt mondja, ráadásul a házuk alatt csőtörés is volt, amit ugyan ideiglenesen elhárítottak, ám az épület egyik oldalfala felvizesedett és félő, hogy kidől, ezért a gyerekeknek újabb sürgős segítségre lenne szükségük. Innentől kezdve azért egy jó komplett brigád azért, ha jönne vagy segítene, anyagilag meg lehetne oldani, akkor tényleg az egy nagyon nagy előrelépés lenne. A gyerekek most abban bíznak, hogy hamarosan lezárul az édesapjuk halálakor indult hagyatéki eljárás, akkor ugyanis visszakaphatnak egy területet, ahol korábban, amikor még a szülők is éltek, állatokat tenyésztettek. Rendszeresen megrongálják a tavaly Szekszárdon brutális kegyetlenséggel 6 évesen meggyilkolt Leonetta sírját. A kislány édesapja azt mondja, különös módon mindig akkor történnek a kegyeletsértő rongálások, amikor közelednek az emberölési ügy tárgyalásának időpontjai. A keresztet kivették, akkor a babakocsi szét döntötték. Vandálok rongálták meg a tavaly a saját unokatestvére által 6 évesen meggyilkolt Szekszárdi Leonetta sírját. Ezeket a képeket a kislány szülei készítették. Látszik, hogy a rongálók a sírra tett, szinte valamennyi játékot szétdobálták, volt, amit el is loptak, és a fejfát is bedobták a gazba. Leonetta édesapja azt mondja, nem ez az első alkalom, hogy megrongálják a sírt. Elkezdődött az első tárgyalás, nem is értem, hogy még kell valakinek a sírját szétrombolni, főleg így 6 éves kislányét. És amúgy jönnek a tárgyalások folyamatosan, minden tárgyalás előtt 1-2 héttel szét vannak rombóval a sírok. Leonetta családja szinte minden nap kijön a kislány sírjához, szépítgetik, gondozzák azt. Ezért is fáj nekik különösen a rendszeres rongálás. A családtagok sejtik, hogy ki vagy kik állhatnak a kegyeletsértő tett mögött. Ezek azért csinálják, vagy egy az, hogy még nincs meg a másik tettes is, azok csinálják ezt, vagy pedig a jó akaróim, vagy ugyanis gondolhatok sok mindenre, gondolhatok a gyilkos családjára is valakit főbújtat, vagy közülük valamelyik. Leonetta édesapja azt mondja, szeretne márvány sírkövet csináltatni, de nem mer, mert attól fél, hogy azt is összetörik. A szülők ezért most azt szeretnék elérni, hogy térfigyelő kamerát szerelhessenek a sírhoz. Közben az emberölési ügyben már több tárgyalást is tartottak. Kiderült, hogy K. Dániel, Leonetta unokatestvére beszámítható volt a gyilkosság idején. A fiút most a szekszárdi börtönben őrzik. A következő zárt ajtós tárgyalásra szeptemberben kerül sor. Újra megnyitott a kapuit a pécsi Kressz Park, a gyerekek közlekedési oktatását játékos formában szolgáló intézményt 50 év után újították fel, így új aszfaltburkolatot, szegélyeket, táblákat kapott a terület. A beruházás még az előző városvezetés idején indult, az átadás pedig a járványügyi helyzet miatt tolódott. Mostantól azonban várják a fiatalokat, kisgyermekes családokat. Kerékpárt választanak a gyerekek édesanyjukkal a pécsi Kressz Parkban, majd a közlekedési szabályok betartásával kerekeznek körbe a területen péntek délután. Az anyuka azt mondja, tudott arról, hogy itt a park, de most vannak itt először. Mentünk vonattal, és onnan láttuk, hogy de jó, itt van egy park, és így ennyibe is maradt mindig a dolog. Most eljöttünk, kipróbáltuk, és nagyon bejön a gyerekeknek, nagyon tetszik nekik. És jó, hogy tudnak válogatni például a biciklik között, ami ez az a nagylányomnak nagyon tetszik. A nagymama is jött, neki is tetszik a park. Már maga a látvány, amikor ide jöttünk, mert még csak hallani hallottunk róla, de úgy látom, hogy az unokáim azok jól érzik magukat, és élvezik a... Meg betartják a szabályokat, itt ez az a fontos. A Kressz Parkot egy egyesület üzemelteti. Az idejövő gyerekek nagyon fontos feladatot végezzenek. Egyrészt megismerkedjenek a Kresszel, és megismerkedjenek a kerékpározás veszélyeivel, vagy felhívjuk a veszélyekre a figyelmüket, és egy zárt területen tudnak kerékpározni biztonságos körülmények között. A parkot 50 éve nem újították fel.
Erre most került sor az elmúlt évben. Ez a beruházás, ez a Pécsi Helyi Akciócsoport támogatásával valósulhatott meg. A pécsi önkormányzat mintegy 40 millió forintot nyert el a Kressz Park fejlesztésére és felújítására. Ez történt meg az elmúlt hónapokban. Most már jól láthatjuk, hogy a gyerekek, a fiatalok használatba vehették a megújult parkot, amely fejlesztés magában foglalta az aszfaltburkolatnak a cseréjét, mintegy 2500 négyzetméteren megújult teljesen az aszfalt, újak lettek a szegélykövek, a felfestések. De a fogadó épületet is felújították, közösségi teret alakítottak ki, ahol kressz oktatást lehet majd tartani. A koronavírus járvány miatt azonban a megújult parkot nem tudták átadni. Most a lazításoknak köszönhetően megnyitott és várja a fiatalokat, kisgyermekes családokat. Színes mesterkurzus hónappal tér vissza a munkába a Pécsi Balett. 4 héten át 7 mesterrel dolgozik a társulat. Mivel a táncművészek számára mindig is fontos volt a szakmai fejlődés és a továbbképzés lehetősége, ezért naponta 2 vendégmester instruálja a Zsolnai Kulturális Negyed rezidens balett együttesét. Egy táncosnak minden nap kell tréningeznie, karban kell tartani a testét, mondja a Földi Béla vendégtanár. A neves koreográfus is részt vesz a mesterkurzuson, mint oktató kortárs táncórákat tart egy hétig a Pécsi Balett társulatának. Nekünk az, hogy minden nap tréningezünk, az nagyon fontos. Ebben a periódusban is arról van szó, hogy azokat a próbákat most még talán nem lehet megtartani, ahol a táncosok összekapaszkodnak, legyen padötruán, de tréningeket, ahol van egy kis távolság, azt nyugodtan lehet már a próbateremben végezni. És én, mint ilyen visszajáró lélek vagyok most, Urik Dori meghívott ismét az együtteshez, és egy hétig tréninget tartok az együttesnek. Minden nyári szünet nagyon hosszú a társulat számára, mondja Lovas Pál táncpedagógus. Az viszont nagy szerencse, hogy van lehetőség mesterkurzusokra benevezni. Ennek köszönhető az idei lehetőségük is. Nem csak a testüket, hanem a gondolkodásukat is igénybe veszi az ilyenfajta tanulás, hangsúlyozza a táncművész táncpedagógus. Azt szokták mondani, hogyha kihagy X időt, észreveszi a balettmester, kihagy X időt, észreveszed te magad, kihagy X időt, akkor már a néző is észreveszi, na akkor már vége van a dolognak, szóval nem szabad odáig eljutni. És ez a mindennapos megújulás, felkészülés arra, hogy készenlétbe álljak arra, hogyha elkezdek tanulni egy koreográfiát, akkor azt magas szinten meg tudjam valósítani. Ne a technikai és a fizikai gátok szabják meg a koreográfia minőségét. A társulat várja a következő évadot, ami reményeik szerint az Elmaradt Piroska és a Farkas című mese balett bemutatójával indul szeptemberben. Szeretnék megvalósítani a pécsi tánctalálkozót is, és decemberre is vannak terveik. Térzene vonzotta a közönséget Kaposvár belvárosába. A Filharmónia Magyarország kezdeményezésének részeként a Kémindi Trió adott alkalmi kiskoncertet a főtér szomszédságában, így hozva közelebb a muzsikát a publikumhoz. A Meseautó című régi magyar film dallamaival is szórakoztatta a Kémindi Trió a kaposvári járókelőket. A zenére hamar alkalmi közönség gyűlt össze a főtér közelében. A járványügyi helyzetben a Filharmónia Magyarország kezdeményezésére járják a településeket a zenészek, akik a koncerttermek helyett így az utcán muzsikálnak. A szólótól egészen akár, hát én most nekem egy részfós kvintetet, egy 5 ember nagyság jut az eszembe egy hirtelen, de nagyon rengeteg formáció van, tehát mindenféle duók, triók, kvartettek, ugye mi egy triót képviselünk. Pece Zsófi énekes, Kémindi Tamás harmonika művész és Solymosi Péter trombita művész ismert dallamokkal készült kaposvári minikoncertjükre. Felcsendült a többi között a Macskafogó című filmből Lustadik trombita szólója is. A
fémzenék mellett a magyar népzenét és más országok zenei világát is bemutatják a Kémindi trió tagjai, akik a könnyed komoly zenét is becsempészik repertoárjukba. Nagyon jó volt, mi nagyon szeretjük az élő zenéket, főleg az ilyen klasszikusokat. A kaposvári térzenei műsorból nem hiányozhattak a virtuóz hangszeres művek sem. Vonat, bicikli és kerekeskút után egy újabb fonott alkotás díszíti a Somogy megyei Kadarkút központját. A helyi közmunkások kosárfonó műhelyében két hónapos munka után elkészült az újabb látványosság, egy hajó. Az ügyeskező asszonyok igyekeznek minden rendhagyó ötletet megvalósítani, de a hagyományos fonott kosarak, kaspók is népszerűek. Ezt a hajót a lányok egy két hónap alatt megfonták. Nem folyamatosan ezt készítették, de két hónapot vett igénybe a komplett kivitelezés. Mutatja Kadarkút legújabb látványosságát Karsai József polgármester. A helyi közmunkások kosárfonó műhelyében két mázsaveszőből készült el a hajó. Biztos 100%, hogy földobja Kadarkutat, mert én máshol ilyeneket nem hiszem, hogy láttam. A kisváros központjában több különleges alkotás is található, így kerekeskút, vonatkocsikkal és bicikli. Ezek is mind-mind a kosárfonó műhelyben készültek. Virágkaspor készül, lehúzással, és szoft lesz az oldalán, tehát most a lehúzást csinálom. Ilyen lesz az elkészült munka, mutatta Goda Istvánné. Ő már 6 éve dolgozik a kadarkúti kosárfonó műhelyben. A vesszőket fadról és rédicsről vásárolja a település, a mintákat az internetről választják, de egyedi ötleteket is kitalálnak, vagy megvalósítanak. A kadarkúti kosárfonok kreativitásáról és kézügyességéről a műhely mellett bemutatóterem árulkodik. Nagyon sokféle termékünk van, nagy bevásárlókat, tehát felnőtteknek, gyermekbevásárlókat, szennyes tartót, virágkaspokat, lánccal, lánc nélkül, kültéri kosarakat. A kisváros közmunkásai minden évben kedveskednek a helyieknek valamilyen fonott alkotással. Idén ez a hajó. Ám a tervek szerint még ebben az évben egy újabb nagy munkájuk is elkészül. Harmadik alkalommal szervezték meg Balatonföldváron az ezüst szalag vitorlás versenyt. A megmérettetés különlegessége, hogy a résztvevőknek éjjel kellett bizonyítaniuk a vízen. A 70 kilométeres távon idén rekordszámú nevező indult, 120-an rajtoltak el. Pimasso az egyik WAM Design hajó is vízre került már, melynek tulajdonosai a kezdetektől résztvevői a versenynek. Mint mondják, az éjszakai hajózásnak teljesen más a hangulata, mint egy nappali versenynek. Ugyanakkor jó alapul szolgál más versenyekre való felkészülésre. Valamilyen szinten egy előkészítő ugye a kék szalagra, ami szintén egy éjszakába nyúló, illetve éjszakát átívelő verseny. A jelenlegi előrejelzések alapján ez is egy hosszú verseny lesz, mert nagyon kevés szelet mondanak, főleg hajnalra. Az idei versenyre rekordszámú 120 hajó nevezett. A szervezők szerint a vitorlássport színe java képviseltette magát a 70 kilométeres versenyen. A hajósok tájékozódását a sötétben pedig fejlett technika segítette. A hajókban a technika jelentősen fejlődik, tehát míg régen maximum egy iránytű volt, egy kompassz volt a hajón a műszerezettség csúcsa, most a GPS-ek korában mindenki tudja, hogy éppen hol van a Balatonon. A másik pedig az, hogy ez a nyomkövető rendszer, ez a Quindu nyomkövető rendszer engedi látni, még ha sötét is van, és nem is látják szemmel a többi hajót, hogy ki hol van, milyen pozícióban, milyen gyorsan megy, merre halad. A leggyorsabbak a szinte teljes szélcsend ellenére is kevesebb, mint 12 óra alatt teljesítették a távot. Lassan érkeztek a vitorlások a balatonföldvári partokhoz. A versenyzők egész éjjel küzdöttek a szélcsenddel, néha teljesen meg is kellett állniuk. Ugyanakkor a katamaránoknak ez a gyenge szél is elég volt a győzelemhez. Majtényi Szabolcs, többszörös világ és Európa bajnok vitorlázó szerint a verseny nem fizikailag, hanem szellemileg volt fárasztó. Szerintem nagyon sokan most egy napig aludni fognak ezután a verseny után.
Hát ez főleg szellemileg kimerítő. Most nem volt annyira nagy szél, hogy mondjuk fizikailag úgy fárassza le az embert, de ez a több mint 10 órás vitorlázás koncentrációba ez azért fárasztó, pláne éjszaka. Majtényiék 12-ként értek célba az ezüst szalagon, amely jó felkészülési alap volt a július végén megrendezésre kerülő tókerülő kék szalagversenyre. Együttműködési megállapodást kötött a Pécsi Egyetemi Atlétikai Klub az első MCM Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub, valamint a Kaposvári Röplabda Akadémia. Az ünnepségen mutatták be az NB1-es pécsi női csapat új vezetőedzőjét. A cél, hogy a dél-dunántúli régió mind utánpótlás, mind amatőr felnőtt, mind pedig profi felnőtt szinten is az ország meghatározó szereplője legyen. Stabil szervezeti alapot raktak le az utóbbi időben a PEAC röplabda szakosztályánál, jelenleg NB1-es a női csapat. A pénteken aláírt kaposvári együttműködéssel egyrészt az edzők sportszakmai fejlődése erősödhet, másrészt pedig játékos szinten kétoldalú célt határoztak meg. Az extraligában szereplő kaposvári női röplabda csapatnak is fontos az együttműködés. A PEAC-nak azok a játékosai, akik az amatőr sportolásnál, amatőr verseny sportolásnál magasabb szintű sportolásra vágynak, Kaposváron kibontakoztathatják tehetségüket. Másik oldalról pedig a kaposváriaknak azok a fiatal játékosai, akik tehetségesek, de még figyelemmel arra, hogy extraligás, nagyon magas színvonalú a felnőtt csapatuk, oda nem férnek be, ők tudnak a PEAC röplabda csapatában, az NB1-ben játszani. Életprogramot szeretnénk kínálni a fiatal játékosainknak, amihez a PEAC a legjobb partner. Ez azt jelenti, hogy biztosítjuk számukra a sportolási lehetőséget, de fontos az is, hogy lehetőségük legyen tovább tanulni, valamint majd munkába állni. Ez a sportágak többségében hiányzik, de mi egy életprogramot szeretnénk kínálni a röplabdázóinknak. A Kaposvári Röplabda Akadémián 400 fiatal sportol. Sokan közülük a profi karriert választják, de akadnak olyanok is, akik amatőr szinten szeretnék tovább folytatni a sportolást. Nagyon sok lány is röplabdázik Kaposváron, és azt gondolom, hogy ez az együttműködés mind a két fél számára jó, hiszen a Pécs fiataljai NB1-ben edződhetnek, illetve a kaposvári fiatal tehetségek is, akik pedig az akadémiánk növendékei, azok nyugodtan folytathatják itt a tanulmányaikat, és egyrészt lesz egy diplomájuk, másrészt pedig NB1-ben röplabdázhatnak. Az együttműködési megállapodással egy időben nevezték ki hivatalosan Horváth Alexandrát, a PEAC felnőtt női röplabda csapat vezetőedzőjének. Nem titkolt célunk az, hogy bemaradjunk az NB1-ben. Az én személyes titkolt célom az, hogy elérjük az 5. helyet. Szeretném a fiatal játékosokban kihozni a maximumot, hogy minél több sikert érjünk el. A cél, hogy a dél-dunántúli régió mind utánpótlás, mind amatőr felnőtt, mind pedig profi felnőtt szinten is az ország meghatározó szereplője legyen. Megfiatalított kerettel és részben új szakmai stábbal vág neki a következő bajnoki idénynek a Kaposvári Vízilabdaklub. A fiatal játékosoktól lendületes, dinamikus játékot vár a szakvezetés. Fodor Rajmund szakmai igazgatóként segíti majd a kapcsolattartást és a vezetőedző munkáját. A megfiatalított keret és az új szakmai stáb is bemutatkozott a kaposvári pólósoknál, a vezetőség pedig ismertette a klub célkitűzéseit is. A vízilabda klubunknak a célja az idei évtől, hogy a pénzügyi vezetést, hogy így mondjam, a szakmai vezetéstől teljesen szétválasszuk. Ezért próbáltunk keresni egy olyan szemét, aki ebbe a szakmai vezetésbe nekünk segítséget tud nyújtani, és egy olyan személy, aki a múltjával és a jelenével, a szakmai tudásával előre tudja mozdítani a csapatunkat. Így találtuk meg Fodor Rajmundot. Fodor Rajmund szakmai igazgatóként kettős funkciót lát el a Kaposvári Klubnál. Egyrészt segíti a vezetés és az országos szövetség közötti kapcsolattartást, másrészt segíti az edzők munkáját nem csak a felnőtteknél, de az utánpótlásban is. Azt azonban egyelőre még nem tudni, hogy a következő bajnoki szezonnak mikor vághatnak neki. Az elmúlt hónapok történései miatt azért jó pár csapatra nehéz szezon vár, és ebben a nagy katyvaszban, ami így kialakult,
hogy még itt beszélünk, hogy bemutattuk az új csapatot, de még azt se tudjuk, hogy mikor kezdődik el a bajnokság, a Magyar Kupát hogy kezdjük, mint kezdjük. Szóval óriási nagy bizonytalanság uralkodik még mindig, de bízom benne, hogy ezzel a fiatal garnitúrával, ahonnan még egy komolyabb center azért hiányzik, ezzel a fiatal csapattal egy lendületes, modern, okos vízilabdát játszó csapatot fog látni majd a kaposvári közönség. Ez az én legfőbb célom, hogy ez megvalósuljon, és ezért mindent meg is fogok tenni. A keretben a rutint Vindis Ferenc és Kovács Olivér képviselik. Az összeállítás szinte teljes, a klubvezetés még center pozícióba keres egy fiatal játékost. Ennyi volt mára a Pannon Krónika, köszönjük figyelmüket! Legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor jelentkezünk. Viszontlátásra!